kívánok adni a hölgynek. Jöjjön a kopa úr! Jöjjön a kopa úr! Jöjjön a kopa úr! Idegileg is nagyon kikészítettek, és nekem hiába beszél a rendőr, hátrafele nem lehet boxolni. És ott van a sok rablógyilkos, mert kirabolták az országot, miért nem azzal foglalkoznak, miért velem foglalkoznak folyton? Hát hagyjanak már minket magyarokat békén. Egy nagyon nehéz ügy végére jutottunk Tisza Istvánné Magdika ügyében, hiszen rengeteg olyan körülmény lengte körül ezt az ügyet, ami a kettős mércére és a diszkriminációra utalt. Kérjük el, hogy a bíróság akkor a biztonsági szolgálatot se igénybe vegye, nem a hajtárgyaláson 8-ből lehet jelen. Jó, szíves legyenek imádni. Ez egy nyilvános tárgyalás. Elhangzott a felszólítás, hogy kéri, hogy távozzanak azok, akik névszám felettiek. Tehát döntsük el, hogy ki ad, aki marad és ki ad, aki megy. És hát erre én annyit szegeztem neki szembe, hogy akkor vezetessen ki. Vezetessen ki. Végül nem tette meg. Mit mutat ez? Nem szabad emberek fölállni a helyükről, egy másodpercig se. Megharcoltuk a küzdelmet, és ennek nyomán elmondhatom most, hogy a jogerős ítélet sem tudott büntetést kiszabni Urof Tisza Istvánéval szemben, amiért ő annak idején 2012. május 20-án a Dániel Péter elleni tüntetésen konfliktusba keveredett a Dániel Péter rendezvényegyek fő egyik résztvevővel. Tűzbe teszem a kezemet Magdi néniért, hogy ő soha senkinek fizikálisan, tetlegesen nem ártana, mert soha nem is ártott volna. Ő nem olyan nevelésben részesült már, bocsánat, mint azok, akiket a fennálló hatalom minden további nélkül véd, vagy éppen futni enged és futni hagy, beleértve különösképpen a vádhatóságot. És kiirdettem a fővárosi törvényszék egy második bírósági ítéletét. A garázdaság büntette miatt Tisza Istvánné ellen indult büntetőügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2014. február 6. napján kelt 22B21487/2013/27 számú ítéletét megváltoztatja. Az eljárás során lefoglalt és a Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál BI1890/2013 szám alatt kezelt zászlórúd esetében a lefoglalás megszüntetésére vonatkozó rendelkezést mellőzi. A vádlottat az elsőfokú eljárásban felmerült további 68.580 forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezi. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. A rendőrség ugye az őt megtámadó ember helyett őt helyezte eljárás alá, az ügyészség pedig megdöbbentő módon a vádiratban szabadságvesztés büntetés kiszabását kérte. Egy nagyon kemény fokozott hangulatú tárgyalás volt az első fok, hiszen ott felmerült a bírák elfogultsága is, amire a bíró elfogultsága rá kellett kérdeznem, hogy van elfogultsága körülmény, emiatt velem szemben fegyelmi eljárás indult, ami mai napig zajlik. November végén várható a befejezés, ami esetre akaratlanos védelem illette meg azt a videó nyilvánításomat. Az ügyészség aztán már csak pénzbüntetést kért, de a bíróság ellenkezőjére a nehéz csata után végül is csak egy úgynevezett próbára bocsátást alkalmazott, tehát megállapította, hogy Magdika elkövette a cselekményt, a garázdaságot, de nem szabott ki büntetést, és ezt a másodfokú bíróság ezt a döntést fenntartotta. Mi is fellebeztünk, ügyészség is fellebezett, az ügyészség fellebezését is elutasította, és a miénkét is. Magdika jelenleg lábadozó félben van egy orvosi beavatkozás után. Én azt kívánom neki ezúton, hogy maradéktanul gyógyuljon meg, és tudja szolgálni közösségét, nemzetét, amelyet bátran és elszántan ebben az ügyben megtett. Példaértékű volt az ő kiállása, elkötelezettsége, hogy hogyan nem hagyta magát a körülmények által befolyásolni. Én mindenkinek csak azt tudom mondani, hogy ha legalább ilyen bátran és ilyen következetesen állnak ki a jogaiért, mint Magdika, akkor sokkal erőbbre tartanánk. Jogvédőként számomra is egy megtisztelés volt ebben az ügyben részt venni. Annak ellenére is, hogy igen sok kellemetlenségem származott ebből, de büszkén tettem ezt, mert nemzeti jogvédőként úgy éreztem ott akkor, hogy meg kell tegyem azokat a nyilatkozatokat, amelyek miatt most még eljárás is folyik velem szemben, de az ügy összes körülményre tekintettel úgy érzem, hogy ez egy vállalható eredmény, és éppen ezért most más területeken
kell majd folytatni azt a munkásságot, amit Magdika is, meg jó magam is kifejtettem. Az a borzasztó, ami itt történik Magyarországon, hogy minket kivéd a kettős mérce, és kérem vissza az zászlómat, mert nekem ott egy gyerekje. Lehet, hogy nekik nem, de nekem egy gyerekje. És Isten áldjon meg minden igaz magyar,